A hotelmentől után újra nagy fába vágta a fejszélyét a Kossuth Lajos Művelődési Központ amatőr színjátszó köre a Dzsungelkönyve című zenés darabbal. A fiatal színjátszók több hónapon át megfeszített munkával készültek a premierre, melyben olyan szereplők is feltűnnek, akik nem játszottak a színjátszókör első előadásában. Válogatás során, amiről ugye már beszélgettünk a Hotel Mentor kapcsán, jelentkeztek olyan gyerekek is, akik 14 év alatt voltak, és nem szerettük volna őket sem kihagyni a színjátszás élményéből, illetve abból, hogy egyáltalán színdarabba szerepelhessenek, és összedugtuk a fejünket, hogy aktualitását tekintve melyik az a darab, amiben el tudnánk képzelni 14 éven aluli gyerekeket játszani, és hogy egyáltalán tényleg melyik lenne az, ami népszerűségét tekintve a nézők által ismertebb darab lenne, és úgy esett a választás a Dzsungelkönyvére. A rendező és tanítványai között a több hónapos közös munka alatt jó munkakapcsolat alakult ki. Amennyit én tanulok tőlük, ők ugyanannyit tanulnak én tőlem. Tehát ez egy oda-vissza játék. Nagyon sokat köztük vagyunk, együtt vagyunk, szinte mondhatom azt, hogy már szimbiózisban élünk egymással. Rengeteg dolgot tanultam meg. Elsősorban azt, hogy amikor én kicsit elcsüggedek, hogy nem úgy sikerülnek a dolgok, és én szeretném, hogyha már jobban állna a darab, akkor ők látják talán rajtam, hogy én többet várok, és az utolsó pillanatban mégis mindig meggyőznek engem arról, hogy ők nem is amatőrök. A Dzsungelkönyve című műben sok karakteres szerep van. A Mowgli viszont egy elhagyott gyermek a dzsungelben, és nagyon nehéz azt felépíteni, hogy egy elhagyott kis esetlen gyerekből a dzsungel ura válik majd belőle. Minden percet erre szánok. Itt is nagyon sokat gyakorolunk a csapattal. Most is reggel 10-től itt leszünk este 8-ig. Tehát most gőzerővel megy a próba. Én a kígyó szerepében játszom, Kát alakítom. Hát nem mondom, hogy könnyű, de nagyon jó szerep, tulajdonképpen szerintem a legjobb karakter, és a legjobb karakter, amit meg lehet formálni az egész darabba. Főszereplő, ugye? És hát annyit kell róla tudni, hogyha most nyíltan megmondom, hogy kicsit olyan önző és egoista is magára gondol minden tekintetben. Ebben a színdarabban Bulldogot játszom, a fővadászt. Róla azt kell tudni, hogy ő valójában hát a falu fő embere. Lényegében hát kicsikét ilyen együgyű, kicsit ilyen beképzelt, nagyképű. Az előadás bemutatója augusztus 23-án lesz a Latabár Színházban.